Az újvidéki vasútállomáson várakozókat kérdeztük, elégedettek-e a jelenlegi feltételekkel, például a vasút gyorsaságával, és hallottak-e a tervezett munkálatokról, elsősorban az Újvidék-Szabadka közötti szakaszon. Jestem, trenutno jestem, zato što shvatam da su pruge nisu mogle biti bolje nego što su sada, nisu dugo popravljene, nisu renovirane, ali se nadam da će to biti brže. Vi ste čuli da je najavljeno da će renovirati prugu Subotica-Novi Sad, šta kažete na to? Pa odlično. Odlično, čuo sam da su potpisali ugovor sa kineskim kompanijama. Az Újvidék-Szabadka szakasz megtételéhez a vonatoknak jelenleg majd 3 órára van szükségük. Ez azért van, mert a sinek állapota miatt az új vonatok is csak néhol 30 km/h sebességgel tudnak haladni. Egyesek azonban nem hisznek abban, hogy a tervezett 3 éven belül elkészül a felújított szakasz. Mislim da nije realno, živimo u Srbiji, tako da ovdje sve kasni, pa tako da će vjerojatno kasniti i to. Nikada ništa na vreme nije bilo rešeno, tako da ne vjerujem da će to biti rešeno. Što se tiče cena, da li ste zadovoljni cenama? U odnosu na autobuski prevoz, da. Povoljnije je u svakom slučaju. Csak nem 1 milliárd euróba kerül az Újvidéktől a magyar határig terjedő szakasz felújítása, tehát a meglévő vágány helyreállítása és még egy kiépítése a gyorsvasúthoz. Mislim da je to za Srbiju značajno, jer samim tim kako budemo završavali i modernizovali prugu na koridoru 10, samim tim ćemo sigurno imati mnogo više teretnog saobraćaja i zaista prebaciti se u tom železničkom saobraćaju na u stvari zemlju koja je tranzitna zemlja. A szakasz része a Budapest-Belgrád gyorsvasútvonalnak, aminek segítségével a görögországi Pireusz kikötőjét kötnék össze a közép-európai közlekedési és áruszállítási csomópontokkal. A legfontosabb célunk az, hogy nem csak Szerbia köröztül, hanem egészen a Pireuszi kikötőtől Budapestig modernizáljuk egyrészt az infrastruktúrát, másrészt pedig olyan vám előírásokat léptessünk életbe, amely meggyorsítja a szállítását a legfőképpen Kínából származó árunak. A Szabadka-Újvidék vasútvonal felújításáról Szófiában a kelet- és közép-európai államok, valamint Kína közötti 16+1 elnevezésű csúcs második napján írták alá a szerződést.